A főfoglalkozású általányadózó egyéni vállalkozók kötelesek a jövedelmük után TB járulékot fizetni. A törvény azonban egy minimum járulék alapot is meghatároz. Ez havonta legalább a minimálbér, vagyis 200 ezer forint. Szakképzettséghez kötött tevékenység esetén viszont a garantált bérminimum, azaz 260 ezer forint. Mindkét esetben irányadó, hogy amennyiben az adóköteles jövedelem eléri vagy meghaladja a minimálbért vagy a garantált bérminimumot, akkor a tényleges jövedelem lesz a járulék alap. Ha nem éri el, akkor a 200 vagy a 260 ezer forint jelenti a járulék alapot. Ez azt jelenti, hogy a minimálbért 112,5%-kal kell felszorozni, és ez lesz a szociális hozzájárulási adó alapja abban az esetben, hogyha a minimálbér irányadó arra a tevékenységre. Ugyanez a logika érvényesül a középfokú végzettség esetén is, tehát ott pedig a garantált bérminimumot kell 112,5%-kal megszorozni, és ez lesz az alapja a 13%-os szociális hozzájárulási adónak. Fontos, hogy a szükséges adatokat az 58-as jelű havi bevallásban kell szerepeltetni minden hónap 12-éig. Ha pedig nem teljes hónapban áll fenn a járulék fizetési kötelezettség, akkor az alap 30-ad részét kell figyelembe venni. Akik másodállású általányadozó egyéni vállalkozók, náluk arra kell figyelni, hogy megvan-e a főállásnak a feltétele, tehát a heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkeznek, illetve például, hogyha nappali tagozatos hallgatók. Ebben az esetben csak akkor kell járulékot, illetve szociális hozzájárulási adót fizetni, hogyha van tényleges adóköteles jövedelemrész. Nyugdíjasok is lehetnek általányadózó egyéni vállalkozók, azonban erre a csoportra nem vonatkozik sem a járulék, sem a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség, ugyanis nem minősülnek biztosítottnak.